Köszöntöm a kedves nézőket, a mai napra készben két egymástól teljesen különálló témával készültem, kezdem a műsor második felével, ugyan még nincs itt a téli szezon, még a hó nem esett le, legalábbis hazánkban, ám felkészülni a télre vagy a téli sportokra, a síelésre, én azt gondolom, hogy már most el kell kezdeni, meg is van, hogy miről lesz szó a műsor második felében, előtte pedig, hát ahogy említettem, teljesen más, de már az új évre készülünk, mert hogy ismét szuperprodukcióra készül a Szolnoki Szimfonikus Zenekar újévi tánckoncert, ezt már megszokhattuk tőlük, jövőre, vagyis a következő etapban Bolero Extra címmel egy grandiózus produkciót láthat a közönség. Na mindjárt erről beszélgetek majd a vendégemmel, előtte azonban jöjjön egy kis, mondjuk így ízelőtő, egy kis promó. Nem tudom ki, hogy van vele, de a Bolero zenéje nekem már borsózott a hátam egyik oldalról, az érem másik oldala pedig, aki már volt ilyen tánckoncerten, az tudja azt, hogy a grandiózus jelző az lehet, hogy még túl kicsi is. Hát köszöntöm a stúdióban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szakmai vezetőjét, Patkós Imrét. Bolero Extra. Na gyorsan ezt tisztázzuk. Mi az, hogy extra? 2014-ben volt a Bolero tánckoncert produkció bemutatója, és az utóbbi időben abban állapodtunk meg főzenéigazgató úrral, hogy időről időre egy sikeres produkciót visszahozunk a műsorra, de egy kicsit megspékeli más jellegű, mai aktuális kapcsolatokból eredő műsorszámokkal. Így aztán egy más koncepció szerint rendezte sorba a műveket. Az első részben főleg orosz, a második részben főleg francia zenékkel fogunk találkozni. Még kiemelném ennek a koncertnek a különlegességét, nagyon komoly hangsúlyt kap mindkét félidőben a bensőséges, gyönyörűséges kóruszene, és itt kiemelném a Zsáraszín himnuszát a második félidőből, ami egy számomra nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon szép, gyönyörű, lelket gyönyörtető zene. Tehát ez hogy a ellenpontja a Bolerónak. Az, hogy a lélekhez szóljatok egy-egy ilyen tánckoncerten, ha visszagondolok az előző produkciókra, ez mindig megjelent? Mindig megjelent, igen, mert egy dramaturgiai gondolkodást, egy művészi ambíciót, egy struktúrát feltételez. Ahogyan a zeneműveknél is a végleteket szeretnénk bejárni magukkal, ezekkel a produkciókkal, és nem lehet végig fokozni azokat a dinamikus, akciódus műsorszámokat. Szükség van a lenyugvásra, hogy utána újult erővel tudjon beindulni ez a extázisig fokozható hangulat. Ugye azt mondtam, hogy hagyományos már ugye a tánckoncert. Itt van bennem egy kettősség, ugye a hagyományokat őrizni kell. Ugye van egy ilyen gondolat. Aztán a másik gondolat az, hogy de mindig újat kell adni. Ezt a kettősséget hogyan tudjátok megtartani? A látványában, a színvilágában, a produkció méretében őrizzük a hagyományt, de azért mindig mást kapjon a közönség. Így pontosan, igen. Egyre nehezebb mindig megfelelni a tavalyi sikereknek és újat kitalálni. Éppen ezért nem mindig saját készítésű produkciót emelünk színre. Maestro is érdeklődik más nagy rendezvény szervezők produkciói iránt, és amikor a tavalyhoz hasonló palota koncert produkciót hozom mintának, mikor ilyennel találkozunk, akkor számunkra is nagy kihívás, hogy alá tudjunk tanulni egy produkciónak. És akkor minden második évben alkotunk egy újat, vagy visszanyúlunk egy régihez, amit újra fogalmazunk. A zenedalom rendkívül gazdag, tehát eltévedni
itt nem nehéz. Azonban egy jó mester, egy jó dramaturgiai érzékkel ezt fel tudja építeni, hogy maradéktalan legyen az élmény. Közben csak mondom, hogy a nézők az előző évek produkcióiból látnak most rövid kis részleteket. Hát valami hasonlót kell elképzelnünk. Az, hogy most éppen a műfaj, az egyiknél a népzene volt, a másiknál az éppen bármi, aztán balettet és mindent láttunk. A mostani produkcióban kiket kértetek fel, és kikkel dolgoztok együtt? Hát lesz a 200 fős kórus, csak a vezetőjüket mondom, Juhászné Zsákai Katalin, ő a kórusmenedzser, és ő fogja össze. Nyíregyháza, Kecskemét a vendég, csak hogy őket kiemeljem, és az összes szolnoki kórus, akit felleltünk. Tehát itt egy bocsánat, ilyen integráló, összefogó közbevágok, szándék. Ez mindig is cél volt, nem? Hogy a helyi szolnoki együttesek megjelenjenek és részesei legyenek, aztán persze csatlakozzanak hozzánk, nem csak szolnokiak. Így van, tehát ennek a rendezvénynek három alapeleme mindig is ugyanaz, kórus, tánc és zenekar. Így aztán a 200 fős kórus kvázi az egy stabil hátteret biztosít, mindig is elvárás volt a főzeneigazgató részéről, hogy ez állandó része legyen ennek a műfajnak, a tánckoncertnek. Azon kívül, hát ugye nagyon jó balettkarok vannak az országban. A Bolerót azt a Budapest Táncszínház fogja most is táncolni, kifogástalan. Raza Hammadi a koreográfus. Azon kívül a Pécsi Balett, Szit Melinda társulata, Bajári Levente társulata. Tehát azok a emblematikus balett együttesek, amik eddig előfordultak, azok válogatásban, de a saját profiljukba igazodva egy-egy műsorszámmal jelen lesznek a mostani balett. Hát tulajdonképpen a balettre épül a mai, a mostani tánckoncert. Ez én azt gondolom, hogy egy óriási kihívás is nektek, minden egyes ilyen alkalom a grandiózus méretek miatt. Hol tartotok a felkészülésben? És nem feltétlenül a zenekar felkészülését gondolom én, akár a menedzsmentet, hogyha nézzük. Szóval? Hát ugye a zenekar felkészülésének nagyobb része maga a repertoár. Mert nekünk repertoáron vannak ezek a zenék, zajlik az életünk, amikor eljön az idő a próbarendbe, belakjuk azt az 5-6-8 próbát, és akkor megvagyunk. Azonban a menedzsment már tavasz óta szervezi a különböző aktuális teendőket. Értelemszerűen forgatókönyvet készítünk, mennek, jönnek a fájlok, hiszen mindenki csak egyszer fog találkozni azon a napon, tehát mindenki CD-re, DVD-re, ütemszámra, cifferszámra, tehát tájékozódási bázispontokra készül. Itt generál próba aznap van délután előadásszerűen. Január 11-én lesz a bemutató, illetve hát maga a produkció. Ezt mondhatjuk úgy, hogy egy évindító, de a másik oldalról egy év záró, ha ezt az évet nézzük, hát igen, mert ugye, közelítjük meg. Milyen évet zártatok? Hogy érzed, mennyire volt eredményes az idei év? Az évünk? Igen. Hát elsősorban ugye a szokásos feladatainkat elláttuk, tehát a bérletes koncertjeinket. Volt egy bombasztikus nyári fesztiválunk, hála az égieknek időjárásban is jól jártunk. Volt három turnénk, az egyik átnyúló kínai turné, Svájc, Ausztria, tehát nem panaszkodhatunk, folynak a tárgyalások a folytatásról. Talán a tegnap esti koncert volt az egyik legnagyobb szakmai kihívás a zenekarnak, a francia és spanyol zeneszerzőkből álló est, az nagyon komoly. Jó kihívás. Sikerült? Nagyon jó sikerült, igen. Hát de hogy is sikerülhetett volna más, hogy azért ismerve a munkátokat, és bocsánat, ennyi udvarlás talán itt a beszélgetés végére megengedhető nekem. Hát azt kell mondjam, hogy én már most érdeklődve figyelem és várom, hogy jöjjön január 11-et. Köszönöm, hogy itt voltál és beszámoltál nekünk így. Biztos, hogy fogunk még beszélgetni és találkozni még a bemutatóig. De hogy ne csak beszéljünk a zenéről, itt néhány felvételt, vágókép, gyanánt már láttak a kedves nézők. Hát most jöjjön egy rövid kis, hogy is mondjam, etüd egy korábbi előadásból. Zárjuk ezzel a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Íme.
Hát kérem szépen, ennyit a táncról, és akkor térjünk át a téli sportokra, a síelésre. Óriási váltás. Arany Jánost köszöntöm a stúdióban. Szeretettel köszöntök mindenkit. Akár a vizekről is beszélhetnénk, hogy a kajakkenut szeretnénk kölcsönözni, de most sílécekről van szó. Igazából még nincs itt a tél. Nem esett le Magyarországon a hó. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy érdemes lehet már előre gondolkodnunk. Tehát ilyenkor illik előre tervezni. Igen, az Alföld szívében vagyunk. Városunk Szolnok, igencsak a síkságról híres, nem pedig a hegyekről. 600 kilométerre innen már hó bőségében szenvednek Tirolban. Nem elég időben hozzákezdeni a lécek és a felszerelések átnézésének. Lényeg a dolognak, ha már megvan a felszerelésünk, a sícipő sarkát, ami koptató élel van ellátva, ellenőrizzük le. Amíg a gumi kopik, addig jó, de a sícipő húsában nem szabad, hogy beleérjen. Ezt arra az időszakra mondod, ha már van nekünk otthon bakancsunk. Ha van felszerelésünk, mire figyeljünk oda. Kezdjük az elején. Azt mondja, hogy tegyük fel, hogy nekem nincsen. Akkor érdemes-e rögtön azzal kezdenem, hogy megvásárolom, vagy pedig? Igen, jó a kérdés. Nem kell feltétlen vásárolni. Kölcsönözzük ki, akár ismerős, jó baráttól kérjünk kölcsön felszerelést gyereknek. Megfelelő méretben testmagasság, vagy az alatt a cipőre odafigyelünk, hogy egy 32-es lábra ne adjunk fel 35-ös sícipőt, azért, mert az ismeretségi körünkben olyan fellelhető, akkor csak sícipőt béreljünk a gyereknek, hozzuk a saját sírécünket, és a felszerelés komplett lesz. És most azért érdemes talán először bérelni, ha kezdő vagyok, mert mi van, ha nem tetszik meg ez a sport, és akkor hát bizony ez egy költséges történet is tud lenni, tehát ugye ezért javasoljuk. Kezdjük akkor a lécekkel, aztán majd megyünk bakancs és mindenfelé. Milyen lécben érdemes gondolkodni, ha kezdők vagyunk, ha haladók vagyunk? Számít a lécnek a szélessége, hossza? A későbbiekben majd számít, amikor már jól tudunk sízni, és gyakorló sízőké válunk, mert ez a minden gyártó föltüntet a sílécen különböző paramétereket, a rádiusz 12 métertől 16 méterig sugarú körön fordul meg a síng. A későbbiekben majd szükség lesz rá. Rövid pályákon gyors tempóban sízünk, vagy hosszú elnyújtott íveket fogunk. De elsősorban induljunk ki abból, hogy most állunk először létre. Valóban nem kell bevásárolni. Nem kell egy fölösleges kint venni a nyakunkba, hogy utána mi lesz a felszereléssel. Próbáljuk ki, és általában vagy ismerős, jó barát, vagy szakember véleményét kérjük ki, hogy hova menjünk. Érdemes itt nálunk a hó ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, mint Ausztriában. Nem szabad úgy kimenni egy befizetett síútra, hogy ne álljunk bele itthon a síbe. Ne vegyük föl az általános mozgást, a pályán való létezést meg kell, hogy tanuljuk, itthon kell, hogy megtanuljuk, ne ott kelljen az oktató előtt és az oktatóval szenvedni, hogy vegyük föl a sílécet, hogy forogjunk meg saját magunk körül, hogy egy méteres emelkedőre föl kéne menni, akkor milyen segédeszközt, a botot tudjuk elővenni, az itteni mozdulatokat itthon már meg kell tanulni. Mit javasolt egy kezdőnek, milyen hosszú legyen a léc a testmagasságához képest? A testmagasságot veszük alapul, és ahhoz képest rövidebbeket, ez a trendi uralkodik most, hogy testmagasság alatt vagyunk 5-10 centikkel is akár. Könnyebb létezni a sível, mozdulatokat végezni, és begyakorolni a sí mozdulatokat. Majd a karbantartásnál visszatérünk a léchez. Ugye a bakancsal kezdtük, azt mondtad, hogy nagyon fontos, hogy a sarka ne legyen elkopva. Megint ugye bérlem, veszem. Most már ennek a különbségét ne nézzük. De bakancs és bakancs között van különbség, ugye sok csatos, kevés csatos, ez is lehet jó, az is lehet jó. Mi a lényeg, hogy fogja a bokát, a lábat? Nagyon ez a legfontosabb. Jó. Nagyon jó a kérdés. Kérem tisztelettel, sícipő próbálásakor, vásárlásra kerül a sor. Rá kell szállni az időt. Nem egy edzőcipő, amit felveszünk, kényelmes, jó. Benne kell maradjunk legalább 20 percet, fél órát, de egy jó minőségű sízokni nélkül, ahol merevítések, betétek, gumírozás van, túlérjen a sícipő a sízokni. Egy ilyennel menjünk el próbálni, akár üzletbe,
akár kölcsönzőbe, akár ismerősről kapott felszerelést próbálunk föl, a jó zokni. Ugyanis van egy összefüggés a dolgok között. Lábunk a sícipőben, sícipő a kötésben, kötés a sílécen. Itt semmi gigszer nem mehet közben, hogy kotyog, lötyög, és nem stimmel a dolog. Amikor a síző a lendületet megadja, és azt az ívet szeretné, arra menjen a sí, amerre szeretne, akkor ezen a lázreakció semmi... Tehát mindennek mereven fognia kell. A lábat, a lábnak a kötést, na akkor szóba került a kötés. A kötés ugye egyrészt mereven kell, hogy tartson, másrészt, ha baj van, elesik, akkor engedje el a bakancsot, engedje el a lábat. Én laikusként azt gondolnám, hogy ha valamiben, akkor a kötésben nincs kompromisszum, tehát annak professzionálisnak, tehát olyannak kell lennie, jó gondolom én? Így van, nagyon fontos a kötés. Érdemes szakemberrel beállítani, vagy gyakorló sízővel beállítani a kötést, mert akkor tudja, hogy nem csak metrikusan szükséges a kötést beállítani, hanem a súlyokat elől, hátul tudjuk állítani. Itt van akkor a listák, fönt a skálán. No, akkor eljutottunk oda, hogy elviekben van egy komplett szerelésünk. Hát jó, itt még a bot egy kérdés lehet, de most ugye nem az a célunk, hogy a síelést tanítsuk meg, mert van, aki azt mondja, hogy nem kell bot, van, aki arra esküszik, hogy legyen bot. Ezt most talán hagyjuk is. Karbantartás. Most előveszem a lécet. Mi az, amit meg kell néznem rajta? A kötések mechanikánál nem lehet sérülés. Itt letörve a befogó pofáknál ne legyen sérülés. Következő. A talpat vizsgáljuk meg. Ne legyen korodált az él, mert ha zsákban tároljuk, vagy síboxban hoztuk haza a sít, és benne felejtettük, mert minden kevés gondunk is nagyobb a sílésznél, amikor hazajöttünk. Ha véletlen átrosdásodást veszünk észre, szervízbe csiszolni, levinni, gépre tenni azonnal. A másik dolog, amikor használjuk a sít, úgy is észreveszünk, hogy úgy viselkedik-e, ahogy szeretnénk. Van rá mód, hogy a pályán egy gyors vaxot, egy forró tej elfogyasztása közben fölvigyünk a léz talpára, ez úgy működik. Igen, azt akartam is, hogy ez egyszerűen. Paszta, igen, egyszerűen föl lehet rá tenni, meghúzzuk. És akkor ez egy vékony, ilyen gyors segély. Réteget készít rajta, képez rajta, és ez gyors segély. Nem pótolja a meleg vaxot. Következő sportársak, amit még tudok mondani, kint vagyunk a pályán, befejezzük ezt a sízést, szépen a hókása belakodik ide, a kötésbe, fogjuk a lécünket, lecsatoljuk és betesszük a síboxba, az autóba. Nagyon vigyázni kell, másnap elővesszük a sít, mínusz 5-10 fokba szépen az a jégása beáll, befagy, a kötésünk be fogja venni az első felvételkor a sícipőt, de már nem fog kioldani. És mikor bemelegítettelül fönt az első csúszásokat megtesszük, véletlen gigszer folytán a kötést nem fog kioldani. Húzódás, törés, hagyd ne mondjam, nagyon figyelni kell. Fűtött helység, sítároló már majdnem minden sípályánál és szálláson működik. A sícipőből érdemes kivenni a bélést, de ha nem veszük ki a bélést, akkor a sícipőszállítóra érdemes föltenni éjszakára a sícipőt, mert már ilyenek is vannak majdnem 100%-ban. A szállásokon. Itt látok egy-két ilyen eszközt, ezt gondolom, egy speciálisan te használod ezeket. Mire használja az ember? Miket nézel? Igen. A léc talpának karbantartásához szükségesek ezek az eszközök. Különböző reszelőkkel, először kefékkel letisztítjuk a sítalpat. Tisztára a felületet, utána tudunk élt adni neki reszelővel. Szintén. Az él az tényleg itt ezt az élét jelenti, így tehát ezt van. Kell figyelni. Így van, kézi élezővel tudunk nem csak 90 fokos szöget élezni, hanem egészen 86 foktól 90 fokig tudjuk dönteni a kantni szögét, és úgy fogja majd nekünk vágni a havat, a jeget. Az is trapézom. Hogyha sérült, még ne fordítsd meg, ha valami miatt, mert bármennyire is én sielek, és tudom, hogy az ember vigyáz rá, de valami kavics akármin át csúszik az ember, és akkor egy mély karcolás belekerülhet, amit, hát megmondom őszintén, nem szoktunk szeretni. Arra van gyógyír? Igen. Házilag is meg tudjuk oldani. Talpjavító anyagot lehet kapni, de érdemes elővinni szervizbe, akkor még esztétikailag sem fog elütni a talp anyagtól a javítás. Most ugye itt a
nem is tudom, hogy mondjam, a klasszikus sílécekről beszéltünk. A sífutó léceknél valami hasonlóról van szó, tehát ott is ugyanezeket kell végigvinni. A léc más a mérete. Nem feltétlen? Nem. Tehát, nem, a sífutó léc nem rendelkezik acélkantnival. Aha. Halszálkás neki a talpa. Régen nagyon fontos volt a sífutó léceknél a vakszolás, halszálka irányba történő vakszolása a sífutó léceknek. Most már a gyári talpak vannak kialakítva úgy, hogy előre engedik a siklást, hátra nem a sífutó felszereléseken. Máshogy működik a sífutó. De a lényeg maga az, hogy a karbantartást ott is ugyanúgy van rajta végig kötés, kell vinni. Így van, a sícipőt le kell ellenőrizni, a kötés csatolást le kell ellenőrizni, igen. És ezt mikor érdemes megtenni? Ugye azt mondtam, azzal kezdtük az egész beszélgetést, hogy itt vagyunk a síszezon kezdetén, tehát már most az ember, ha gondolja, előveszi, elviszi szakemberhez, megcsinálja. És aztán ez elvileg egy téli szezonra elegendő, vagy pedig minden egyes síelés előtt, vagy nem tudom, 10 síelésenként, hát hogy tud ez visszaromlani? Milyen időszakonként illik megtenni? Általában a sportások egy szezonban egyszer-kétszer tudnak egy 5-7 napos síutat lefoglalni maguknak. Indulás előtt akár egy hónappal is lehozza a szervizbe, egész család összes felszerelését rendbe tesszük. Otthon a garázsban a felszerelés készen várja az indulás időpontját. És akkor csak le kell lemelni. És iránya a hegy. Hát köszönöm szépen, hogy beavattál bennünket a részletekbe. Én nagyon bízom benne, hogy sikerült felkelteni ez a sportág iránt egy picikét a figyelmet, illetve aki már szeret síelni, annak pedig hát el tudtuk mondani, hogy tényleg érdemes odafigyelni, mert a jó sízéshez a jó síléc és a jó felszerelés elengedhetetlen. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves nézők. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, tánckoncerttel, síszezonnal. Ez volt a mai Naprakész, viszontlátásra. A stúdió díszletét biztosította Demény Gabriella, Powerpol textilszobrász, oktató, ökodizájner.